A könyvbemutatón ott volt és köszöntötte az érdeklődőket Turainé Jón Katalin alpolgármester is. Én úgy gondolom, hogy a kultúrának nagyon sok szeletkéje van, és ez is egy szelete, hogy a könyvtár egy ilyen évkönyvet ad ki két évente, és az évkönyvben van egy helytörténeti rész is, ami az adott évben általában egy évfordulóhoz kötődik. Én azt gondolom, hogy az emberek a múltjuk, a történelmük, a kultúrájuk mély ismerete nélkül olyanok, mint egy gyökértelen fa. És nagyon fontos, hogy ebben a helytörténeti részben olyan ismereteket kapjunk, amit talán még nem is tudtunk, vagy annak idején őseinkkel történtek, és még nem sikerült továbbadni, úgyhogy feltétlenül fontosnak tartom az ilyen alkalmakat. És engedjék meg, hogy egy személyes élményt is hozzáfűzzek. Nekem ez a könyvtár olyan egy kicsit, mint a kultúrának a fellegvára. Egész kiskoromtól fogva aktív részese voltam ennek a könyvtári életnek. Nagyon szerettem ide járni, megvan a maga hangulata, az illata, az a csend, amit körülvesz bennünket, és mindig úgy éreztem, hogy egy könyvtár az egy élő kapcsolatot teremt a jelen és a múlt között, és nagyon érdekes most már így felnőttként és alpolgármesterként visszajönni ide. A két évente megjelenő évkönyv tartalmáról az intézmény igazgatója beszél. Hát ugye a megyei könyvtár alapvetően két lábon áll, a városi ellátás, a városi olvasóknak az ellátás és a megyei ellátás. Az évkönyvben megjelenik részben ez a két láb, részben pedig a múlt meg a jövőnek, az eseményeinek a felszínre hozása. Tehát ez azt jelenti, hogy az informatika terén jelentős előrelépések fűződnek a könyvtár nevéhez, és hát ilyen a múltnak a feltárása, a helytörténeti, helyismereti dokumentumoknak az ismertetése, felszínre hozása. Tehát itt arra kell gondolni, hogy abban az évkönyvben is szerepelnek, mint a gyermekkönyvtári rendezvényekről egy részletes beszámoló, a fenntarthatóságról, az ökológiai hovatartozásunkról beszámoló, vagy az integrált rendszerek összevonása a városi és a megyei könyvtár összevonása kapcsán, és hát nyilvánvaló ez a nem csak a jövőben nézzünk, hanem a múltba is, és akkor ez a kiemelt feladatunk, hogy itt a helyi történetet, helyismeretet is népszerűsítsük. Az idén ebben, ugye két évente jelenik meg ez az évkönyv, az idén a holokauszt évforduló kapcsán kiemelt figyelmet kaptak ezek az írások, tehát erről lesz majd szó részletesebben. A kötet, melyben számos érdekes tanulmány olvasható, megvásárolható, illetve elolvasható a megyei könyvtárban.